A tavaly novemberből elhalasztott mérkőzést a szolnoki Tiszaligeti műfüves pályán játszották le a táblázat második helyén álló csapat ellen a karcagiak. Csípős hideg időben a következő játékosok vették fel a küzdelmet. Belényesi, Kovács, Lázók, Katona, Ballók, Oros, Nagy, Szent Miklósi, Domokos, Tóth és Kelemen. A cserék, kapitár, Kovács, az edző Orosz István. A mérkőzés rövid krónikája. A mérkőzés elején a Tiszaföldvári együttes több szögletrúgással is próbálkozott. A karcagiak veszélyes ellenakciókat indítottak a kapu ellen. 19. perc. Szent Miklósi kapta a labdát a 16-oson belül, lövése azonban a kapu fölé szállt. A 20. percben Kovács 22 méteres lövése elsuhant a bal alsó sarok mellett. A 25. percben Medvegy elfutott a bal oldalon, 10 méterről leadott lövése, Belényesi kezét érintve a bal alsó sarokban kötött ki. 1-0. 27. perc. Szőke az alapvonal közeléből kapura lőtt. Belényesi a bal alsó sarok előtt megfogta a labdát. A 32. percben Tóth 25 méterről küldött bombája a jobb oldali hálóban kötött ki. 36. perc. Kriska átadását Ábel a karcagi védőket megelőzve a kapu közepébe vágta, ezzel 2-0 lett az eredmény. A 61. percben egy jobb oldali beívelést a védők elvétettek, és Balla közelről a kapu közelébe lőtt, így 3-0 lett a mérkőzés eredménye. A 65. percben Ábel ívelése a felső kapufán csattant. A 70. percben Kovács gyors karcagi támadást vezetett, majd a jobb oldalon felfutó kapitárt indította, aki a jobb sarokba talált. 3-1-re szépítve az eredményt. A 72. percben újabb veszélyes karcagi akció során a kapu elé belőtt labdát még a gólvonal előtt sikerült szögletre rúgniuk a védőknek. A 76. percben egy veszélyes kontratámadás során kapitár a védőket megelőzve a jobb sarokba lőtt. 3-2 lett az eredmény. Orosz István a következőket mondta a mérkőzés után. Ha jól sávfárkodtunk volna a helyzetekkel, akkor győzhettünk volna, tájékoztatta televíziónkat Bosnyák Imre, sporttudósító.